A Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Vajdasági Párt koalíciója átadta Ubecse Község Választási Bizottságának Ubecse Község képviselőtestületek képviselőjelölteinek választási listáját. Választási listájukat a Vajdasági Front együtt a Demokratikus Óbecséért, melyen 12 jelölt szerepel, 445 Óbecse községbeli polgár támogatta. Arra figyeltünk, hogy listánk polgári lista legyen, mivel mi is polgári koalíció vagyunk, és Óbecse község minden polgárát képviseljük. Ezért polgártársnőinknek és polgártársainknak van kire szavazniuk, a Vajdasági Frontra, mert mi mindannyiukat képviseljük, vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. A Vajdasági Front koalíció választási programjával a polgárok rögtön azután megismerkedhetnek, miután a községi választási bizottság kihirdeti a listájukat, mondta Tóth, hozzátéve, hogy programjuk több ponton alapszik. Mi szeretnénk kiemelni a decentralizációt, tehát ami a község helyi közösségeit illeti, hogy ne csak Óbecsén legyen a hangsúly, hanem a környező települések, mint Péterréve, Bácsföldvár, Drea, Milesevo, Csikéria is kifejezésre jussanak, mert mindegyiknek megvan a saját problémája, Óbecsétől függetlenül is. Úgyhogy ez lesz a prioritásunk. Pozitív kampányt fogunk vezetni, senkit sem támadunk, hanem bemutatjuk programunkat, és békés politikát szándékozunk vezetni. Ugyanis azt láttuk, hogy az utóbbi időben egyes pártok nem a polgárok érdekeit tartják szem előtt, hanem saját érdekeiket. Úgyhogy mindenképpen ez is a prioritásaink közé fog tartozni. Tóth nem akart előrejelzésekbe bocsátkozni, és beszélni a választások utáni esetleges koalíciókról. Majd meglátjuk a választások után az erőviszonyokat. Abban reménykedem, hogy Óbecse község polgárait támogatni fogják a Vajdasági Frontot, hiszen mindannyian elsősorban vajdaságiak vagyunk. Ami pedig a koalíciókat illeti, mi készek vagyunk mindenkivel tárgyalni. És mindenkivel, aki elfogadja a programunkat, leülhetünk és beszélhetünk.